Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és arra gondoltam, hogy miért ne fejezhetnénk be Cristiano Ronaldo karrierjét. Több különböző hír már megjelent róla, hogy nincsen kedve edzeni, holott szerintem abszolút nem igaz ez. Olyan helyzetben van jelenleg, amilyenben éppen van, ezt nyugodtan ti írjátok le kommentben, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogyan is gondoljátok ezt az egész dolgot. Cristiano Ronaldo-t betettem a Sporting csapatába, hiszen itt kezdte a karrierjét. A videó lényege az, hogy egy szezonunk van arra, hogy megnyerjük a portugál bajnokságot, a portugál kupát és a bajnokok ligáját is. Srácok, én 24 milliót adok, szerintem semmi esély nincs ezért. Igen. Hát sajnos Szoboszlait nem tudjuk megvenni. Nézzük meg egy Coutinho-t, nem tudom, őt 29 millióért adná az Aston Villa. Igen. Hát Coutinho-t sem tudjuk megvenni. Viszont itt kinéztem egy ilyen, hát nem is tudom, Wonderkid. Akár lehet jó is. Ezeket az átvezetőket még eddig soha nem láttam. És az edzőnk már kezet is fogott az új szerzeményünkkel. Illetve hát most fog kezet az edző az új szerzeményünkkel. Ez, látszok, leszimuláljuk az első meccset, és Ronaldo már is lőtt egy gólt, 3-0-ra nyertünk. Na, ez tök jó, szerintem ezt fogjuk csinálni, hogy az egész szezonon végigmenjünk, a nagyobb csapatokat nyilván le fogjuk játszani. Leszimuláljuk a következő mérkőzésünket, hoppá, ez már csak egy döntetlen. Közben most nézem, hogy megállott a kamera, remélem nem gond. 83. perc és jön a szöglet. Jön a beadás, és ki tudjuk fejelni. Nagyon jó. És srácok, ennyi volt a meccs. Az első BL találkozónkat 2-0-ra megnyertük. Ronaldo 11-esével is egy kis lesipuskás góllal. Következő meccs is nagyon fontos, úgyhogy ezt is le fogjuk úgymond játszani. Csak ezzel a highlight módszerrel. A Porto ellen fogjátok látni most a meccset. Kontratámadás jön a Portótól, úgyhogy ezt kellene valahogy kivédekezzük. És már is megvan. Szabadrugása jön a Porto srácok, úgyhogy nézzük, hogy ezt hogy tudjuk vajon kivédekezni. Nem kellene a gólt kapjunk, így is van. Újabb kontratámadás a Portótól, méghozzá az első félidő vége fele. Hát ezt nem tudom, hogy gondolja a játék. De... az micsoda passz volt, srácok. Ez sincs meg. Na most már tényleg... hát de hányszor kell elvegyük a labdát? Jó? Nagyon szép. És srácok, újabb kontratámadás, illetve a támadás a Portótól. Egyelőre egy helyzetünk volt, és azt is elrontottam. Mert reméljük, hogy nem isszuk meg a levét. És 0-0-val zárul ez a meccs. Hát egy pontot szereztünk, legalább nem kaptunk ki. De valószínű, ha lejátszottuk volna a meccset, akkor meg lett volna a teljes, úgymond 3 pont. De azért ez sem olyan rossz. Az a helyzet, hogy a vágás közben jöttem rá, hogy ez így nem az igazi, úgyhogy arra gondoltam, hogy elmondom pár mondatban a szezont, és közben belágok annyi gólt, amennyit csak lehet. Na szóval a bajnoki meccseket csak elszimuláltam, és az a vicc, hogy a legtöbb kis csapat ellen csak döntetlent adott a gép. A nagyobb csapatok ellen, mint például a Porto és a Benfica, nagyjából mindig győztünk, sőt a kupában is szépen haladtunk. A kupában eléggé jól ment a szekér, vagy az előbb is mondtam, a legtöbb csapatot 2, 3 vagy akár 4 góllal is megvertük, Ronaldo itt is ontotta a gólokat. A BL-t lejátszottam, vagyis csak a kulcspillanatokat, ahol például a Real Madrid ellen az első meccset nagyon simán 4-0-ra nyertük, ami számomra is meglepő volt. Ezután is nagyon szépen lépdeltünk tovább, voltak olyan pillanatok mondjuk, amikor azt hittem, hogy kiesünk, de szerencsére ilyen nem történt, na de innen folytatjuk. Srácok, a 3 challenge közül az egyiket elveszítettük, ahogy láthatjátok, a Sportinggal sajnos nem tudtuk megnyerni a bajnokságot, ha bár 18 meccset nyertünk meg, a Braga 23 meccsen nyert, ami elképesztő, nekünk nagyon sok döntetlenünk volt, ahogy láthatjátok, azok közül talán, hogyha 5-öt odahoztunk volna a győzelem táborába, akkor sikerült volna, de ahogy láthatjátok, a Portónak sem sikerült olyan jól ez a szezon, úgyhogy nézzük szerintem a kupa döntőt, ezt is most ilyen highlight-szerűen fogjuk lejátszani, nézzük, hogy fog-e sikerülni, több mint valószínű, hogy fog sikerülni a Vitória ellen megnyerni a kupát, úgyhogy nézzük, hogy milyen helyzetek elé dob minket a játék, és azután pedig jön már a BL döntő. Edwards és Osaka. Na nézzük, hogy ez most mire lesz jó. Arra, hogy elveszítjük a labdát.
újabb szóló Edwardsnak. Valószínű itt pont a láshatáról bújt ki. Nézzük, hogy ezt be tudjuk-e valahogy fejezni. Én Ronaldónak átpasszolom. Leszek olyan őzen. Úram Isten, mekkora helyzetet hagyunk ki. Nem már basszus. Ezt ki tudjuk hagyni. Ronaldo sem mai. Úgy néz ki. Vitória 64. percben kontratámadás. Húha, reméljük, hogy ilyenekből nem fogunk gólt kapni. Bármi összejöhet. Szöglet. 109. percben. Lehet 11-esek lesznek, azt pedig nem nagyon akarom. Egy kis segítség azért jöhet. Nagyon jó. Fúha. Hát srácok, ez nem jött össze. De még azért lehet ebből valami. Jó. És ott a gól. Nem tudom, ki volt a gólszerző. Az a lényeg, hogy bement. És megnyertük a srácok a kupát, úgyhogy itt az a lényeg, hogy ezt a meccset is letudtuk, és jöhet a legnagyobb dolog szerintem ebben a videóban, én úgy érzem, a BL döntő, méghozzá a Bayern München ellen. Jöhet a Bayern München elleni BL döntő. Itt most meg fogunk nézni mindent, mert ez gyönyörű, ahogy most kinéz a stadion. Piros, fehér, zöld, hát milyen más színek is lehetnének. Képen pedig Kimmich és a játékosok jönnek ki a gyepre. Én most szerintem azt hiszem, hogy kivettem a kommentátort, úgyhogy ez így elég érdekes lesz. Én azt tudom mondani nektek, srácok, hogy ez valami elképesztő lesz, és remélhetőleg Ronaldóval meg tudjuk nyerni a BL-t. Kupa összejött, még egy serleg azért jó lenne, mert sajnos a bajnoki címet nem tudtuk megszerezni, de azért itt van Cabral, még van Edwardsunk is, úgyhogy itt azért vannak olyan nevek a Bayernnél is, akik hát szerintem nagyon nem kell említeni. Davis meg mindenki más. Na srácok, rögtön egy beadási lehetőség a Bayern München előtt. Remélhetőleg nem fogják kihasználni. De sajnos összejött a passz. Következő nem kellene, hogy összejöjjön. Az jó lesz, mert a kapusunk kijön és meg is fogja. Nagyon jó srácok. Egy az egyben jöhetünk a Bayern München ellen. Ha nézzük oda, a középre be tudjuk húzni a labdát, akkor az egy óriási lehetőség lesz. Ronaldo, és ott a gól! Rögtön srácok, az elején lövünk egy gólt, inkább átpasszunk Edwardsnak. Edwards, úristenben, nagyon közel voltunk. Az jó, Ronaldo, és helyből ellői. Hát Neuer nem tudott mit csinálni. Srácok, megvan a Bajnokok Ligája cím, a Portóval megnyerjük a BL-t, és összejött az, amire nem gondoltam volna, hogy Ronaldóval meg tudjuk nyerni a három trófeából legalább kettőt. Sajnos az egyik nem jött össze, az a bajnoki cím, de ez valami hihetetlen, hogy megnyertük a BL-t. Én ezeket a képeket úgymond ilyen elköszönő képnek szeretném nektek itt úgymond felajánlani. Köszönöm szépen srácok, hogy itt voltatok velem. Remélem, hogy tetszett ez a fajta challenge, és örültök annak, hogy egy ilyesfajta videót is látok a csatornán, ahol meg tudjátok nézni azt, hogy hogyan is nézett ki Ronaldónak a sportinges karrierje. Sajnos nem tettük be őt csapatkapitánynak, mert akkor ő emelné fel ezt a serleget, de úgy érzem, hogy ez az utolsó pacsi, amit most láthatok a képen, kellően szép szó és szép lezárás ennek a videónak. Köszönöm szépen srácok, hogy itt voltatok még egyszer, és remélem, hogy tetszett. Ha szeretnétek még hasonló videót látni, akkor írjatok nyugodtan a kommentekben, dobjatok egy lájkot, hogy máshoz is érjen el ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, legközelebb találkozunk. Én Lehel voltam, és szevasztok!